Előfordult-e már veled például az, hogy egy ifjú pár azt mondta, hogy na majd én megtervezem, vagyis a tervek alapján majd én megvalósítom az elképzelést, és utána mégis rájöttek, hogy hoppá, azért ez sokkal nagyobb feladat, mint amit ők gondoltak, hogy volt-e már olyan, hogy például azt mondták, hogy huha, Lili, gyere, segíts, mert kész. Igen, nem is egy, és azt mondom, az utóbbi években ez megint csak egy felerősödő dolog, mert rengeteg információ áll a rendelkezésükre. Tehát beütik azt, hogy esküvői dekoráció már magyarul a Pinterestre vagy a YouTube-ra, akkor 3 napi hideg élelmet oda készítenek maguknak, akkor se fogják tudni végignézni azt a rengeteg információt, ami a rendelkezésükre áll. Ezek azonban egy picit hamis képet festenek. Tehát egyrészt, ha túl sokat néznek ilyen videókat és képanyagokat, akkor egy olyan hamis álomvilágba tudja őket elvinni, ami utána egyre nagyobb szakadékban van a saját lehetőségeikhez. Tehát azon, hogy ezt azért mértékelés és felelősségteljes médiafogyasztóként kell kezelni, mint bármilyen más médiatartalmat, tehát ez az egyik. A másik, hogy a sok információ önmagában még kevés. Tehát szerintem ezt te is meg tudod erősíteni a saját szakmádba, tehát az, hogy valaki megnéz 42 online divatlapot, és 32 átalakítósót, attól még nem fogja tudni a saját színtípusát meghatározni, és kitalálni, mi az, ami neki jól áll. Tehát jó, ha van egy segítő, pont erre jött létre ugye a programom is, mert kell egyfajta támogatás, hogy ebből az iszonyat információs dzsungelből valaki egy utat vágjon és kitaláljon belőle valaki, ráadásul nagyon sok egymásnak ellentmondó információ van.